A Gazdakréti stúdióból 2023. április 8-án nagy szombaton szeretettel köszöntöm nézőinket és mindazokat, akik interneten vagy Facebookon keresztül kapcsolódnak be adásunkba. Az esti vigília szertartásával kezdetét veszi a katolikus egyház legnagyobb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység örömhírét hirdeti. Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre. A húsvéti vigília szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A szertartás négy jól elkülönülő lényegi részből áll. A fény liturgiájából, az ige liturgiájából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. Ez a jelenlegi liturgikus lend a IV. Századra vezethető vissza. A vigília ünnep a templomon kívül tűzszenteléssel kezdődik. Majd a húsvéti gyertyát megvésik, az új tűzről meggyújtják, és azzal ünnepélyesen bevonulnak a templomba. A liturgia kezdetén hangzik fel a húsvéti örömének az exultet. Ezen a szent éjszaka sötétjében gyullad fel a húsvéti gyertya fénye, amely hirdeti Isten győzelmét, a halál felett Krisztus feltámadását. Az ige liturgia a szentírási szakaszok olvasásával kezdődik. Az utolsó ószövetségi olvasmány könyörgését követően hangzik el a dicsőség, amikor ugyanis a harangok visszaérkeznek Rómából, és megszólalnak a csengők az orgona kíséretében. A víz megáldása után a keresztségi fogadalom megújítása következik. A húsvéti vigília szentmise feltámadási körmenettel és ételszenteléssel zárul. A szentmisében az evangélium Szent Máté könyvéből hangzik el a 28. fejezet első verstől a 10. versig. Feltámadt és előttetek megy Galileába. A szentmise énekei sorrendben a következők. Éneklő egyház 827, 833, 834, 422, 835, 837, 838, Hozsanna 86, éneklő egyház 548, Hozsanna 280/B, 114, 112, 136, éneklő egyház 840. Hozsanna 87, 88, 90, 276, 205, 155. éneke. Most kapcsoljuk a Gazdagréti Szentangyalok templom kertjét. A nagyszombati szertartást vezeti és a legszentebb áldozatot bemutatja dr. Szederkényi Károly Miklós esperes prébános. Közreműködnek Dobszai Péter orgonaművész és a Gazdagréti templom De Angelis kórusa hegedűsné Vancsó Margit vezényletével.
Most a kertben történik a szertartás. Károly atya elmondta a bevezető szöveget, és ezt követően megáldja a tüzet, és a következő szöveget mondja. Istenünk, te szent fiad által isteni fényességet, tüzét adtad híveidnek. Kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére. Krisztus a mi Urunk által. Amen. És most az megáldott tűzről fogják meggyújtani a húsvéti gyertyát, és ennek a vésése következik, ez a következő lépés. Jézus Krisztus, tegnap és ma. Ő a kezdet és a vég. Ő az alfa és az omega. Övé az idő és övé az örökké valóság. Övé a dicsőség és a hatalom. Mindörökkön, örökké. Amen. Szent és dicsőséges. Cseppelyei által. Őrizzen. És védelmezzen minket az Úr Krisztus. Amen. A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát. Krisztus világossága.
Krisztus világossága. Krisztus világossága. Immár újjongjon a mennyben az angyalok kórusa, és újjongjanak az Isten körül szolgáló égi szellemek, s mert győzelmet szerzett a nagy király, zendüljön meg az üdvösségnek harsonája. Most örvendjen a föld is, sugárzásában e villámló fényeknek, és megvilágosítva az örök király ragyogása által, az egész föld kerekség lássa meg, hogy a sötétség már eltűnt róla. És vigadjon a mi anyánk az egyház is, így nagy fényesség sugaraival ékesen, s az egybegyűlt nép hangos szózatát a templom csarnok visszhangozza. Most kérlek azért, kedves testvérek, titeket, kik e szent fény csodálatos világánál körülöttem álltok, a mindenható Istennek irgalmát szólítsátok velem együtt kérve, hogy ő, ki engem, bár nem vagyok rá érdemes, szolgálatára kegyesen meghívott, fényének ragyogásával töltsön el, s egy ertyának dicsérő énekét vigye végbe Ajkam által. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát
Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, hogy a láthatatlan és mindenható Atya Istent, és egyszülött fiát is, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, a szívnek és elmének minden erejével, s a hangnak szolgálatával zengjük. Ő lerótta helyettünk az örök atyának Ádám adósságát, s az ősbűnnek adós levelét letörölte szentséges vérével. Mert íme most vannak itt a húsvéti ünnepek, midőn leületik ama az igazi bárány, kinek vére megszentelője a hívő léleknek ajtaján. Íme az éjszaka, melyen te, Urunk, kivezetted atyáinkat, Izrael fiait Egyiptomból, majd száraz lábbal a vörös tengeren átvitted őket. És valóban ez az az éjszaka, mely a bűnök sötétségét eloszlatta, a tűzoszlop világossága által. Ez az az éjszaka, mely ma szerte az egész világon a Krisztus hívőket, a világ tévejgéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja, s a szentségbe kapcsolja őket. Íme az éjszaka, melyen széttörve a halál bilincsét Krisztus, az alvilágból mind győztes tért vissza. Mert mit ért volna nekünk megszületnünk, ha a megváltás nem ér el minket. Ó, milyen csodálatra méltó, hogy atyai jóságod így lehajlik hozzánk. Ó, mi fölbecsülhetetlen a szeretetnek kedvezése, hogy kiváltsd a szolgát, kiszolgáltattad saját fiadat érte. Ó, Ádámnak valóban szükséges vétke, mert Krisztus halála lett eltörlője annak. Ó, áldás termő vétek, melyhez ilyen és így nagy megváltó illet. Ó, valóban boldog éjszaka, mely csak maga volt méltó tudni az időt és az órát, melyben Krisztus az alvilágból feltámad. Ez az az éjszaka, melyről az írás mondja, am az éjszaka fénylik, mint a nappal, és az évvilágosság lesz majd nékem, mely gyönyörűséget áraszt. Hiszen ebből az éjszakából megszentelő erő árad, előzi a bűnöket,
lemossa a vétkeket, a bukottaknak az ártatlanságot, a szomorkodóknak a vidámságot visszaadja. A gyűlölséget távol űzi, egyetértést közvetít, s a hatalmakat meghajlásra készteti. És azért ezen a kiváltságos éjszakán, ó, Szent Atyánk, fogadd el, kérünk, a dicséret ez égő esteli áldozatát tőlünk, melyet a méhek szorgosságával készített gyertya ünnepi felajánlásával, szolgáinak keze által megad néked a szentséges egyház. Ám tudjuk immár, hogy mit hirdet ez a fényoszlop, melyet Istennek tiszteletére a piros ló tűz lángra gyújtott. És eláng, hogyha sok felé osztjuk is, meg nem fogyatkozik a szétosztás által, mert táplálja azt az olvadó viasz, melyet a drága lámpásnak anyagául a méhek királynője készített. Ó, valóban boldog éjszaka, melyben Egyiptomot kifosztotta, és Izraelt gazdaggá tette. Ó, éjszaka, amelyben egyesült a földivel a mennyei, s az emberivel az mi isteni. Most kérünk tehát, úrunk, téged, hogy egy gyertya, melyet nevednek tiszteletére megszenteltünk, hogy legyőzze az ének árnyát, maradjon meg fogyhatatlan fényben. És elfogadván, mint jó illatú áldozatot tőlünk, add, hogy világosság az égi fényekkel olvadjon egybe. Fénylő lángját találja égve a hajnal csillag. Az a hajnal csillag, ki nem ismer alkonyt. Ki az alvilágból visszatérvén, derűs fényében felragyogott az emberi nemnek. Most tehát, Urunk, arra kérünk téged, hogy minket házad népét, a papságot és a neked szentelt híveket, Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel együtt, s a szent angyaloknak családját, itt egybegyűlt közösségünket, mi hazánkat és előjáróinkat, békés időket engedvén, a húsvét szent örömében megőrizni méltóztassál. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Kedves testvéreim,
Miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigíliánkat, figyelmes lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét. Elmélkedjünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, az idők teljességében pedig, hogyan küldte el Szent Fiát megváltónkul. Kérjük Istenünket, hogy a megváltás húsvéti művét beteljesítve vezessen el minket az örök életre. Most gyertyáinkat eloltva megkezdjük az ige liturgiáját. Olvasmány Mózes első könyvéből. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten így szólt, legyen világosság, és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel, az első nap. Isten újra szólt. A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között. Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte, este lett és reggel, a második nap. Isten ismét szólt. Gyűjjenek össze az ég alatti vizek egy helyre, és emelkedjék ki a száraz. Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek. És Isten látta, hogy ez jó. Akkor megint szólt Isten. Teremjen a föld zöldellő növényeket, melyek teremtést hoznak, fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön. Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyekben magvak vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel, a harmadik nap. Akkor megint szólt Isten, legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet. Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsák meg a földet, uralkodjanak a nappal és az éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel, a negyedik nap. Isten szólt, a vizek teljenek meg élő lények sokaságával, az égen, a föld felett, az égboltadak pedig röpködjenek madarak. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat, és mind az élő lényeket, amelyek mozognak, vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket, és így szólt. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön. Este lett és reggel, az ötödik nap. Aztán szólt Isten, hozzon elő a föld élő lényeket fajuk szerint, házi állatokat, csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint. Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a házi állatokat fajuk szerint, és az összes csúszómászót a földkerekségen fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt. Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a házi állatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására. Isten képmására teremtette őt, férfinak s nőnek teremtette őket.
Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, s minden állat fölött, amely a földön mozog. Aztán ezt mondta Isten. Íme nektek adom minden növényt az egész földön, amely magot terem, s minden fát, melyek magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mezővadjainak, az égmadarainak, s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növény táplálékul adok. Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel, a hatodik nap. Így készült el a föld, az ég, s minden, ami benne van. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Ez az Isten igéje. Örvendezzetek az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak vígassággal. Menjetek az ő szín elé örvendezéssel. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem mi magunkat. Az ő népe vagyunk, és legelőjének juhai. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te minden végzésedben csodálatra méltó vagy. Segíts megváltott népedet annak megértésére, hogy az egész világot megteremtened nem volt fönségesebb, mint az idők teljességében áldozatul adnod Krisztust, a mi húsvéti bárányunkat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá. Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Akkor ezt mondta neki. Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Mória földjére, s mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked. Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte Szamarát, magával vitte két szolgáját és a fiát Izsákot. Miután fát hasogatott az égő áldozathoz, fölkerekedett és elindult a hely felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről meglátta a hegyet. Ábrahám ezt mondta a szolgáknak, maradjatok itt a Szamárral, én és a fiam elmegyünk imádkozni, és utána visszatérünk hozzátok. Ábrahám tehát fogta az égő áldozathoz szükséges fát, és fia Izsák vállára adta, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította Ábrahámot. Atyám, ő válaszolt. Igen, fiam. Erre Izsák azt mondta. Íme, itt a tűz és a fa, de hol a bárány az égő áldozathoz? Ábrahám így felelt. Isten majd gondoskodik a bárányról az égő áldozathoz. Így mentek tovább egymás mellett. Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az oltárt, rárakta a fát, megkötözte fiát, és az oltára helyezett fára tette. Akkor Ábrahám kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát.
De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta: Ábrahám, Ábrahám, itt vagyok, felelte. Az angyal folytatta: Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem. Amikor Ábrahám fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám odament, megfogta a kost, és feláldozta égő áldozatul fia helyett. Ábrahám így nevezte a helyet: az Úr gondoskodik. Ezért mondják mind a mai napig: a hegyen, ahol az Úr gondoskodik. Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: Magamra esküszöm, ez az Úr szava, ha mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait, és mint a tengerpart fövenyét. Utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid áldal nyer áldás a föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra. Ez az Isten igéje. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint Sion hegye, meg nem inog az és mindörökké megmarad. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, népét az Úr így veszik körül, mostantól fogva és mindörökké. Könyörögjünk! Istenünk, híveid, mennyei Atya, te ígéreted szerint a fogadott fiúság kiáradó kegyelmével az egész földkerekségen megsokasított gyermekeidet, s a húsvéti áldozat által szolgádat Ábrahámot esküd szerint minden nemzet atyává teszed. Add, hogy népeid kegyelmi hívásod útjára lépjenek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Olvasmány Mózes második könyvéből. Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez: Miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújts ki kezedet a tenger fölé, és választ ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, s akkor majd mutatom dicsőségemet a fáraón, egész seregén, harci szekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain. Amikor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt járt, megváltoztatta helyét és mögéjük vonult. A felhőoszlop, amely előttük volt, mögöttük ereszkedett le, és az egyiptomiak serege és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, és az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta a kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tengert és kiszárította. A víz ketté vált, és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, és a fáraó minden lova, harci szekere és lovassa, utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és felhő oszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére, és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: Meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értünk az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez:
Nyújts ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta őket a habok közepébe. A víz visszaömlött és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életben közülük, Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tengerpartján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakon véghez vitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak. Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen felmagasztaltatott. A lovat és a rajta ülőt levetette a tengerbe. Az én erősségem és dicséretem az Úr, ő lett nekem szabadításomra. Ő az én Istenem és dicsőítem őt, az én atyáim Istene és magasztalom őt. Az Úr mihin győzhetetlen harcos, mindenható az ő neve. Könyörögjünk. Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot, választott népnek, népednek, Ábrahámnak, igaz fiainak méltóságára, Krisztus, a mi Urunk által. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Az Úr így szól Jeruzsálemhez. Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat. Maga a Teremtő lesz hitvesed, a seregek ura az ő neve. Izrael szentje lesz a megváltód, akit az egész föld istenének nevez. Igen, visszahív téged az Úr, mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt, mint ifjúkorban eltaszított feleséget, a te Istened mondja ezt. Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, te most nagy irgalommal visszafogadlak. Amikor haragom fölgerjedt, egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad. Az Úr mondja ezt, a te megváltód. Úgy vagyok most, mint Noé napjaiban, amikor megesküdtem, hogy Noé vízözöne nem borítja el többé a földet. Ugyanígy esküszöm, hogy többé nem haragszom rád, és nem fenyítelek meg. Mert a hegyek elindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el téged, és veled kötött békeszövetségem nem inog meg soha.
Az Úr mondja ezt, aki megkönyörült rajtad. Ó, te szegény, akit annyi vihar tépett, s akinek nincs vigasztalása. Íme drága kövekre helyezem falaidat, és zafírokra rakom le alapodat. Rubinból csinálok neked bástyákat, kristályból kapukat, és drága kövekből falakat. Fiaid minnyájan az Úr tanítványai lesznek, békés jólétet adok gyermekeidnek. Igazságosság lesz az alapod, és elkerül a nyomorúság, nem kell hát semmitől félned. Elkerül a rettegés, hozzád nem is közelíthet. Ez az Isten igéje. Dicsérjétek az Urat minden nemzetek, dicsérjétek őt minden népek, mert az ő irgalmassága megmutatkozott rajtunk, és az Úr igaz volt, a örökké megmarad. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, neved dicsőségére sokasítsd meg azt, amit az ősatyák hitére megígértél, növeld az ígéret fiainak számát, a gyermeké fogadás szent kegyelme által, hogy egyházad egyre inkább lássa mindannak beteljesedését, aminek jövendő bekövetkezésében az ősatyák sohasem kételkedtek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr: ti szomjazók, gyertek a vízhez mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami nem lakat jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok felém fületeket, és gyertek ide hozzám, hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek. A Dávidnak megígért irgalom jegyében, ime tanúvá tettelek a népek előtt, vezérré és parancsolóvá a nemzetek fölött. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, akik nem ismertek az Úrért, a te Istenedért, Izrael szentjéért, aki majd megdicsőült. Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utatok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb az én utam a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, és termő gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, épp úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad, nem tér vissza hozzám eredménytelenül,
hanem véghez viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje. Szülőt ültetett az Úr szerettének, magas és termékeny dombon. Besövényezte azt, és árkot húzott köréje, válogatott vesszőkkel ültette be azt, és tornyot épített a közepén, és présházat épített a hamban, és a seregek urának szülője, Izrael háza. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, az egész világ egyetlen reménysége, te prófétáid jövendőléseiben az új szövetség titkait hirdetted előre. Erősítsd meg kegyesen néped jó akaratát, mert híveidben csak sugallatod segítségével növekedhetnek az erények. Krisztus, a mi Urunk által. Olvasmány Báruk próféta könyvéből. Halld meg, Izrael, az élet törvényét. Figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra. Izrael, miért vagy ellenséged országában? Miért? Miért öregedsz meg idegen földön? Miért szennyezed be magad halottakkal? Miért számítanak azok közé, akik leszállnak az alvilágba? Mert elhagytad a bölcsesség forrását. Ha az Úr útján jártál volna, akkor békében laknál mindörökké. Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő, hol az értelem, s akkor megtudod azt is, hol a maradandóság és az élet, hol a szem ragyogása és a béke. De ki fedezte föl ezek helyét, és ki hatolt el kincseikhez? Mindezt ismerte az, aki mindent tud. Ő átvizsgálta értelmével. Ő, aki mindörökre megalkotta a földet, és betöltötte élőlényekkel. Ő, aki küldi a fényt, és az eljön, de ha visszahívja, az remegve engedelmeskedik. A csillagok vidáman ragyognak helyükön, de ha ő szólítja őket, azt felelik. Itt vagyunk, vidáman csillognak alkotójuk előtt. Ő a mi Istenünk, senki sem hasonlít hozzá. Ő felkutatta a tudás minden útját, s átadta Jákobnak, szolgájának, és Izraelnek, akit szeretett. Így jelent meg a földön, és társalgott az emberekkel. Isten parancsainak könyve az, a törvény, amely örökre megmarad. Aki megtartja, élni fog, aki elhagyja, meghal. Térj vissza, Jákob, és öleld magadhoz, járj fényének világosságában. Ne engedd át dicsőségedet másnak, és kiváltságodat más népeknek. Boldogok vagyunk mi, Izrael fiai, mert Isten tudtunkra adta, hogy mi kedves előtt. Ez az Isten igéje. Halljátok, egek, amit szólok,
Hallja a föld az én szám igéit. Hújjon, mint sűrű eső az én tanításom. Szálljon le, mint a harmad szavam, és mint a zápor eső a fűvöm, és mint az esőcseppek a pázsitom, mert az Úr nevét hívom. Adjatok dicséretet a mi Istenünknek, az Isten cselekedetei tökéletesek, és minden utai igazságosak. Könyörögjünk! Istenünk, Te a nemzetek meghívásával mindenkor gyarapítod egyházadat, oltalmas szüntelen segítségeddel azokat, akiket a keresztvízzel tisztára mosol, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr szózatot intézett hozzám. Emberfia, Izrael háza a saját földjén lakott, de beszennyezte életmódjával és tetteivel. Ekkor rájuk zúdítottam haragomat, a vér miatt, amelyet ontottak az országban, és a bálványok miatt, amelyekkel tisztátalanná tették azt. Szétszórtam őket a népek közé, és szétszélesztettem az országokban. Életmódjuk és tetteik szerint ítélkeztem fölöttük. A népek között, ahová kerültek, megszentségtelenítették szent nevemet, hiszen azt mondták róluk, ez az Úr népe az ő földjéről jöttek ki. De tekintettel voltam szent nevemre, amelyet Izrael háza megszentségtelenített a népek között, ahová került. Ezért mondd Izrael házának, ezt mondja az Úr, az Isten. Nem miattatok teszem ezt, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet megszentségtelenítettek a népek között, s amelyek közé kerültetek. Szenté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázat ért a népek között, amelyet megszentségtelenítettek közöttük. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, mondja az Úr, az Isten, amikor a szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak titeket a népek közül, összegyűjtelek minden országból, és visszaviszlek saját földetekre. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, és minden bálványtól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Abban az országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, s az én népem lesztek, én meg a ti istenetek leszek. Ez az Isten igéje. Amint kívánkozik a szarvas a vizek kút fejéhez, úgy kívánkozik a lelkem te hozzád, Isten. Szomjazik a lelkem az erős és élő Istenhez, mikor jutok el, s jelenek meg az Isten orcája előtt.
Az én könnyhullatásom, kenyerem lett nekem éjjel és nappal. Midőn mondják naponta nékem, hol van a te Istened? Könyörögjünk! Istenünk, fogyhatatlan erő, és nem szűnő világosság, tekints kegyesen az egész egyház szent közösségére, s örök végzésed szerint vezesd el biztos kézzel az üdvösségre. Hadd lássa és tapasztalja meg az egész világ, hogy a megvetett magasra kerül, az elavult megújul, és egészen tökéletessé épül Krisztusban, aki mindennek kezdete, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Állj a Szent Egyház közepére, és te légy az első, ki a királyok királyának tiszteletére megszólaltatja a dicséretet. Kérünk tehát, adjad ajkunkra az örvendezés nekinekét. Dicsőség a magasságban Istennek.
Könyörögjünk. Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát, Urunk feltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszd föl egyházadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert ha halálának hasonlóságában egyben nőttünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadta halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. A vágyva vágyott éneket, ez így visszahagyja, mert feltámadt Krisztus. Hát figyeljetek rám, s vegyétek át tőlem, hogy együtt zenghessük. Alleluia.
Az Úr legyen veletek. És a gyermekkel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőségeken Isten! Szombat elmúltával a hét első napján pirkadatkor, Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme nagy földrengés támadt, az Úr angyala leszállt az égből, oda ment, elhengerítette a követ, és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak, ne féljetek. Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszont láthatjátok őt, íme én megmondtam nektek. Erre elsiettek a sírtól, remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket, üdv nektek. Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont láthatnak engem. Ezek az evangélium igéi. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, a Szent Angyalok hívő közösségében itt Gazdagréten és otthonaitokban, akiket most ezúton is köszöntelek, akik az Apostol Televízió szolgálatával kapcsolódtok be a húsvéti vigília mostani ünneplésébe. Egy címet adnék a mai gondolataimnak, kettesben az Úrral a Szent Sírban. Kedves testvéreim, ha már többször emlegetett és a Szent Háromnap homiliája alapjaiként emlegetett jeruzsálemi lelki gyakorlatom legszebb élménye volt az, amikor kettesben lehettem az Úrral a Szent Sírban, a sírkamrájában. Különleges élmény volt az a lehetőség, amire már régóta vágyakoztam, hogy misészhessek Jeruzsálemben, a Szent Sír templomban, a Szent Sír kisebb kápolnájában, ott a sír kamránál. És ez megadatott most idén, március 16-án,
amikor koncelebrálva én is ott állhattam a Szentsír előtt, majd bent az angyalok kápolnájában, ami az előszobája a sírkamrának. És akkor következett az a csodálatos pillanat, hogy a Szentmise áldozási részénél, amit a főcelebráns atya két vendégpappal mutatott be belül a sírkamrában, a szent áldozásra egyenként mentünk oda. Nem azt mondom, hogy egyedül voltam a többi pap nélkül, hanem azt éreztem meg, hogy most kettesben vagyok az Úrral, a Szent Sírban. És ez egy olyan különleges élmény volt, hogy a szent áldozást ott végezhettem a Szent Sír belső részében. Olyan különleges élmény volt az, erre rádöbbenni, hogy most csak mi vagyunk ketten, az eukarisztikus Krisztus, akinek az eukarisztiában a szent teste, az már az ő föltámadt testének az áldozati ajándéka, az élő kenyér és az életadó kenyér tápláléka. És ebben a bensőséges találkozásban valahogy az ember lelke is megvilágosodott. Amúgy is ki volt jól világítva ez a sírkamra, ami egyébként mindig félhomályban van, de az a belső világosság, az mindennél fontosabb volt számomra. Sok mindenen elgondolkodtam, nem abban az egy percben a szentáldozás alatt, hanem mint említettem tegnap, amikor 40 percig paptestvéreimmel ott térdelhettünk bent Jézus sírjánál, és az a szentolvasó imában, a dicsőséges olvasót imádkozva, nem a halálra kellett figyelnünk és az elmúlásra, hiszen a Szent Sír nem ezt üzeni, hogy Jézus meghalt és eltemették, hanem azt üzeni, hogy Jézus ott feltámadt. Onnan visszatért az Atyához, visszatért a Szent Sírból a mennyei világba, ahogy erről már sokat beszélt a tanítványainak, hogy visszatérek ahhoz, aki küldött, visszatérek az Atyához. És ez a visszatérés az nem 40 nappal később a mennybe menetelkor történt valójában, hanem már akkor, amikor az Atya Krisztust feltámasztotta emberségében, emberi testében, a testi halálból, és már akkor a mennyei boldogság részese lehetett. Tehát ott a Szent Sírban a mennyei boldogságot lehet átérezni, és azon el lehet gondolkodni. Az élet győzelmére kell figyelni, hiszen Krisztus legyőzte a halált. Sokféle gondolat jutott még utána, a rózsafüzér ima után eszembe, amit igyekeztem már is ott lejegyezni a szent helyen, a szent helyszínen. De talán a legfontosabb az, hogy Jézus az életet ígéri azoknak, akik hisznek benne. Amikor barátja Lázár meghal, és oda megy az ő sírjához, és visszahívja Lázárt erre a földi életre a sírból, akkor Mártával beszélgetve kifejti, hogy ő a feltámadás és az élet. Márta hitvallást tett Jézusról, a Messiásról, aki eljött a világra. És Jézus kimondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghal is, élni fog. És mindaz, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. És Márta igent válaszolt Jézus kérdésére, hogy hiszed ezt? Nekünk is. Erre a kérdésre kell most húsvét vigiliáján válaszolnunk. Hiszed azt, hogy Krisztus a feltámadás és az élet? Hogy aki a mi romlandó testünket majd romolhatatlanná teszi? De az élet fogalma, amiről Jézus beszél, az kettős értelmű.
mert általában úgy szoktunk beszélni erről az életről magáról, mint arról az állapotról, amiben most vagyunk, amely állapotban valójában visszahívta Lázárt. De az életnek van egy sokkal nemesebb és kiteljesedettebb változata és fogalma, ez pedig az örök élet boldogsága. Az Istennel való élet és mindazokkal együtt való élet, akik oda elérkeznek a boldog feltámadásra, az örök üdvösségre. És ebben a kettős értelemben teszi meg Jézus az ígéretét. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog, vagyis fel fog támadni romolhatatlan testben. Aki úgy él, hogy hisz én bennem, nem hal meg örökre, ez pedig a nem hal meg örökre már az örök üdvösség ígérete. Ezt ajándékozza Jézus azoknak, kik hisznek benne. Kedves testvéreim, figyelve a híradásokat, nagyon sok szó esett Szentatyánkról, a római ünneplésről egyébként, mi is közvetítettük a tegnapi római szertartásokat, és a nagypénteki igehirdető, a pápai ház szónoka, Raniero Cantala Messa atya volt, aki egy nagyon fontos gondolatot említett, sőt, ez határozza meg valójában a mi hitünket és a krisztusi húsvét titkát, mégpedig azt, hogy Krisztus feltámadt, az Isten nem halt meg. Sajnálatosan a világ már hosszú ideje azt szeretné, hogy halljon meg Isten, legalábbis abban az értelemben, hogy nincs szükségünk rá. Így van ez az emberi kapcsolatainkban is, amikor valakivel nem beszélünk, valakire haragszunk, akkor azt mondjuk, hogy nincs szükségem rá, számomra nem él, nem létezik. És amikor az Istennel vagyunk így, hogy nincs szükségünk rá, akkor ez valójában megtagadása Istennek. Lehet, hogy valami Isten fogalma lehet az embernek, de mégiscsak kiiktatjuk őt az életünkből. És kikerül a helyébe? Hát nem a semmi, mert igazából nem ez az ateizmus, hogy ezt a szakkifejezést használjuk, hanem oda kerül az ember, a büszke ember, az öntörvényű ember, a szuper ember, a szuperhős, aki korlátlan ura akar lenni a világnak. Mondhatnánk így, hogy élet-halál ura akar lenni, ahogy ezt nagycsütörtökön este is elmondtam. De nem mi vagyunk az urai az életnek és a halálnak. Földi értelemben sok mindennek lehetünk urai, hiszen nemes megbízatást kaptunk mi emberek az Úrtól, a Teremtőtől, hogy hajtsuk uralmunk alá a földet. De az örök élet urai nem mi vagyunk, azt egyedül az Úr adja nekünk. Krisztus feltámadásában adja meg ennek ígéretét és reményét, és erre várunk, erre készülünk, hogy majd egykor részesüljünk mi is ebben a dicsőséges feltámadásban. Húsvét vigíliájának tehát legyen ez az üzenete, és ha már azzal kezdtem, hogy a bensőséges találkozásom az eukarisztiában, a Szentsírban Krisztussal arra is rádöbbentett, hogy minden szentáldozás, a feltámadottal való találkozás, ezt kívánom mindnyájatoknak, hogy már most a földi életünk szolgálatában is a rendszeres és gyakori szentáldozásaink kapcsoljanak össze és egyesítsenek minket Krisztussal, a feltámadottal, aki megígérte, hogy aki ezt a kenyeret teszi, örökké él. Most ezekkel a gondolatokkal lezártam a mai szertartás sorozatunknak, a húsvét vigíliája ünneplésének az ige liturgiáját, és a keresztségi liturgia következik, amelyben most nem lesz keresztelés, de megáldom
a keresztvizet, amely most éppen a Jordán folyóból fog ide folyni és belefolyni a kedves énekkari nőtestvéreink keze által ide a keresztelő tálba, és így kérjük a megtisztulás lehetőségét, ajándékát énekkel és közös imával. Közben ismét meggyújtjuk majd a gyertyáinkat, hiszen ennek a szertartásnak része lesz a hitvallásunk, vagyis a keresztségi fogadás megújítása. Közben pedig hívjuk a Szent Lelket a 259-es ének eléneklésével. Kedvezve kérjük, kedves testvéreim, Istenünket, Urunkat, hogy áldja meg kegyesen ezt a vizet, melyet keresztségünk emlékére hintünk magunkra, és adjon nekünk jóságosan megújult életet, hogy hűségesek maradjunk Szent Lelkéhez, akit tőle kaptunk. Add kegyelmedet, Urunk Istenünk, e húsvéti szent éjszakán virrasztó népednek, hogy amikor megemlékezünk csodálatos teremtő, s még csodálatosabb megváltó művedről, jóságot tegye áldottá ezt a vizet számunkra. Mert arra teremtetted, hogy termékenységet adjon földünknek, felüdítse testünket, és tisztára mossa. De irgalmas szeretetet szolgálatára is vizet rendeltél, mert víz által oldottad meg a Vörös-tengernél
néped rabságának bilincsét, és szomját is vízzel oltottad a pusztába. A proféták azt az új szövetséget hirdették, amelyet az emberekkel a vízzel akartál megkötni, és megromlott emberi természetünket végül is újjá alkottad, az újjászületés fürdőjében a víz által, amelyet a Jordán folyóban Krisztus megszentelt. E víz legyen keresztségünk felvételének emléke, s együtt örvendjünk testvéreinkkel, kik világszerte ma részesülnek-e szentségben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a húsvét szent titka által a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. Ezért a nagybőjt 40 szent napjának megtartása után újítsuk meg keresztségi fogadásunkat. Ebben egykor ellene mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus Anya Szent Egyházban Istennek szolgálunk. Éppen ezért most megkérdezem, ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn soha se uralkodjék rajtatok? Ellene mondotok-e az ördögnek, aki a bűn szerzője és fejedelme? Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, a menny és a föld teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, az örök életre. Amen. És most meghintelek titeket a megáldott keresztvízzel. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz,
ki Szent Fia feltámasztása által új életre hívott meg bennünket. Töltsd el, Urunk, Ferenc pápánk, Péter püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel. Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak. Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség. Áld meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak. Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyottaknak. Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben. Mennyei Atyánk, Szent Fiat feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, és így egykor eljussunk Fiat dicsőségébe, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérem, testvéreim, most ismét eloltjuk a gyertyáinkat, és a mai alkalomra a husvéti adománygyűjtést most a felajánlás alatt végezzük, ahogy régebben is szokásban volt. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassza egyé atyai jóságod, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent éjszakán, mid önáldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagy világ örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszád zengik, s vég nélkül éneklik. Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, s vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, Ferenc Gábor és Balázs segédpüspökeinkkel, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szeretteinkről, jótevőinkről, lelki pásztorainkról, gazdagréti híveinkről, vendégeinkről, média apostolainkról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről és a média szolgálatunkkal, most velünk ünneplő testvéreinkről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük a mi Urunk Jézus Krisztus test szerinti feltámadásának legszentebb éjszakáját, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelőtt
a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt, tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Felajánljuk neked azokért is, akik új életre születtek vízből és szentlélekből, és elnyerték minden bűnük bocsánatát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat kérjük, megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd, kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről és jótevőinkről, elhunyt híveinkről, lelkipásztorainkról, a templomunkban nyugvókról, kik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek,
Add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mind örökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelke. Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazd engem. Halálom óráján hív magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Ámen. Thank you.
most azokra a testvéreinkre, akik otthonaikban vannak, és a lelki áldozásban szeretnének részesülni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, hogy Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, s védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni, életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, árasz szívünkbe szeretetet, szent lelkét, hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassza egyé atyai jóságod, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvéreim, az ünnepi szent mise végén és a körmenet előtt a Jóisten sok kegyelmét, bő áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő testvéreimre, családjaitokra. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, és ez a mi hitünk alapja és legfőbb üzenete. Most köszönöm meg mindazok fáradozásait a szent liturgiában, énekkarunk, zenészeink és minisztránsaink, liturgikus munkatársak, a templom rendezői, mindenki, a média munkatársak, mindenkinek a fáradozását és minnyájatoknak az összefogását, hogy méltó és szép legyen legnagyobb keresztény ünnepünk, hitvallásunk csúcspontja Krisztus feltámadásának hirdetése. Most ismét meggyújtjuk a körmeneti gyertyákat, majd vigyétek haza emlékül ezeket a gyertyákat, és elindul a körmenet a terveink szerint itt a rövid úton a templom körül, vagyis a templom kertből kilépve az utcának egy szakasza itt előttünk, a templom előtt, és visszatérve a másik kocsibejáratnál, így járjuk végig a körmenetet. Majd a szűzanyát köszöntjük, a mennek királyné asszonya énekünkkel és szentségi áldással zárul a körmenet. Mindennek végén pedig ételszentelés lesz, már sokan kitették ide a húsvéti ételeket, azt majd a szertartások után fogom megáldani.
látta, és újból benned vagyok, halleluja. Ezt a napot az Úristen adta, halleluja. Örvendezzünk és vigadjunk, halleluja. Békesség veletek, alleluja. Én vagyok, ne féljetek, alleluja. Békesség veletek, alleluja. Békesség veletek, alleluja. Én vagyok, ne féljetek, alleluja.
Jesus, be with you. Amen.
rendezzünk, Mária, alleluja. Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Ott kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr mondja, kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és az zörgetőnek ajtót nyitnak. Áldott vagy, Urunk Istenünk, aki mindent betöltesz áldásoddal, add meg, kérünk, szolgáidnak, hogy akik ezeket a teremtett dolgokat, a boldogságos Szűz Mária, szent angyalait emlékezetére és közbenjárására áhítattal fogyasztják, mindig bővenkedjenek kegyelmed mennyei áldásában. Könyörögjünk! Istenünk, az Egyiptomból való kiszabaduláskor azt parancsoltad népednek Mózes szolgád által, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus előképeként bárányt vágjon, és annak vérével kenje meg házának szemöldökfáit. Kérünk, áld meg, és szenteld meg ezt a bárányt és ezeket a hús eledeleket, amelyeket mi a te gyermekeit, a te dicsőségedre akarunk magunkhoz venni, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, áraszt ki áldásod bőséges kegyelmét erre a tojás eledelre. Add, hogy üdvösséges tápláléka legyen a benned hívőknek, akik hálaadással veszik azt magukhoz. A mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának emlékezetére, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áld meg ezt a húsvéti kalácsot és ezeket a süteményeket, kenyereket. Mint ahogy a pusztában az öt árpa kenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből hívő lélekkel eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, áld meg mindazon eledeleket, amelyeket most húsvét éjszakáján eléd hoztunk, amelyeket tőled kaptunk, hogy az emberi nem fenntartására és üdvösségére szolgáljon. Szent neved segítségül hívására adj testi lelki erőt, oltalmat mindazoknak, kik ebből táplálkoznak, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Nem lenne teljes az áldás, hogyha a bort nem áldanánk meg. Áld meg, Urunk Istenünk, ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik isznak belőle, add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent nevet segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, és éppen mi is megbocsátunk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szente, imádkozzál mi rettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Az Úr legyen veletek. A boldogságos Isten szülő, Szűz Mária, Szent József, főrangyalaitok és védőszentjeitek közbenjárására, papi készföltételem által,
húsvéti örömmel és a feltámadás hitével ajándékozzon meg titeket, és árasszon el áldásával a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak! Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Áldott ünnepeket és jó étvágyat kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink, 2023. április 8-án a Gazdagvéti Szentangyalok templomban a nagyszombati szertartást vezette és a szentmisét bemutatta dr. Szederkényi Károly Miklós Esperes plébános a húsvéti vigiliai szentmise feltámadási körmenettel és ételszenteléssel zárult. Közreműködtek a mai adásban Dobszai Péter orgonaművész és a templom De Angelis kórusa Hegedűsné Vancsó Margit vezényletével. A technikai feladatokat Csizmadia Cseke, Farkas Bence, Könözsi Gergely, Péter László, Somogyi Péter és Szalai Péter Márk látták el. Kívánok munkatársaim nevében is örömteli húsvéti ünnepeket nézőinknek és szeretteiknek. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt.